Hát én is sok szeretettel köszöntöm a kollégákat, és köszönöm a lehetőséget. Ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy így rendszeres időközönként tanárok összejöhetnek, és érdekes szakmai témákat is szóba kerülhetnek, meg olyanok is, amik a mindennapi élettel kapcsolatosak, tehát ilyen tantárgy, rossz szóval politikai kérdések is, amik azt hiszem most tényleg eléggé érdekesek lehetnek. Mielőtt hozzákezdenék a mondandómhoz, mind a két előadáshoz egy mondatot mondanék, ami előtte elhangzott. Ezt a moziba érkeznek dolgot, ezt én is szoktam mondani a gyerekeknek, és én nagyon jó szöveggel olvastam, ugyanis egy feladatnál nem csak az a lényeg a matematikai tartalma, hanem hogy a gyerekek mennyire jegyzik meg. Van, akit először csak a szövege, aztán majd utána a matematika tartalma is megjegyzi. Ezt úgy olvastam, hogy a törpék moziba mennek, és helyet foglalnak mindenki véletlenszerűen, és Okoska érkezik utoljára. És hát Okoska nyilvánvalóan nem az üres helyre ül, hanem megnézi, hogy hova szól az ő jegye, és ha az a hely nem üres, akkor felállítja az illetőt. És hát a törpék szó nélkül felállnak, de köztük van Morgó is, aki nem biztos, hogy feláll. Az a kérdés, hogy mennyi a valószínűség, hogy Morgónak föl kell állnia, szóval lesz morgás. A többi, innen kezdve ugyanaz az én ismereteim szerint is, amit itt László elmondott. A másik, itt beszélgettünk a szünetbe, a kettő hatványokkal kapcsolatban sok érdekes dolog, egyszerű dolog elfordult. Nekem is van két feladat, amit közben eszembe jutott. Ha fölírjuk kettő az ezredik ennek az értékét, akkor ha jól emlékszem, akkor az hatra kell, hogy végződjön. És ez 302 jegyű szám, hát ugye ezt erre tud a gyerekek nagy része válaszolni, és ebben viszont nagyjából egyformán vannak az elhelyezkedése a jegyeknek. Körülbelül ugyanannyi, 9, azt hiszem, hogy 25-től 35-ig vannak, ugye 10 féle jegy, durván 30 van mindegyikből, azt hiszem 28 darab nulla van benne. Az a kérdés, hogy van-e ennek a számnak olyan többszöröse, amelyikben nincs nulla jegy? Hát világos, hogy ha én elkezdek szorozni, akkor az a kérdés, hogy a kettesben nulla előtt mi állt. Tehát ha megszorzom kettővel, valahol van benne 28 darab nulla. Akkor, hogy előtte mi állt, az szerint, ha 5-nél kisebb számjegy állt ott előtte, akkor ez a nulla megmarad. De előfordul, hogy máshol meg újra lesz nulla, szóval ha egy darabig elmegyünk, nem nagyon változnak a nulláknak a száma. Ha írunk egy ilyen programot, akkor azt látjuk, hogy nem nagyon csökken. Vajon van-e olyan, amelyikben egyáltalán nincs nulla? Ez egy érdekes kérdés lehet. Egy másik ilyen kérdés pedig az, hogy van-e vajon a kettő hatványok között olyan, itt láttunk felírva egy párat, ha nem hiszem, hogy ilyen fontos lenne, kettő a hányadikonig voltak felírva? 249-enig voltak fölírva, azok között nem láttunk olyat, amiben mindegyik jegyből ugyanannyi van. Tehát ugyanannyi darab nulla, ugyanannyi darab egyes, ugyanannyi darab kettes. Ilyenből vajon van-e? A két kérdés közül az egyikre nagyon könnyű a válasz, a másikra nem könnyű, azra azért jóval nehezebb válaszolni, arra van kétféle megoldás is. Én most nem akarok ebbe belemenni. Azt mondom, hogy én fölteszem a két feladatnak a megoldását, az egyiket szégyellem, hogy föltegyük, akkor oda elküldöm, hogyha. Ha nem haragszoljat, hogy ezek egyszerűbb kérdések, tehát a két egyszerű kis feladat. Az egyik azért nem könnyű. Tehát azért az meggondolást igényel. Nem mondom meg, hogy melyik a könnyű, meg melyik a nehéz. No, akkor a matematika tanítás aktuális kérdéseiről. Nem tudom, hogy az előzetes, amikor fölkerült a program, és én leírtam néhány sorot, hogy miről szeretnék beszélni, akkor ehhez voltak hozzászólások, amiket én megkaptam, ami az enyémhez tartozott. Nem tudom, hogy ezt mindenki megkapta-e.
Hát erre már előtte egy vita alakult ki, hogy egyáltalán érdemes-e valamiről vitatkozni. Itt az a helyzet, hogy először még mindig nem arról beszélek. Először azt mondanám, hogy én nagyon nagy tisztelettel vagyok Eszternek a sokirányú tanárklubos munkája iránt. Nagyon fontos dolog az, hogy rengeteg információt tud nyújtani a tanároknak. Olyan honlapokat jelöl, meg olyan forrásokat, ahol, hogyha valaki valamihez keres valamit, akkor azt gyorsan meg tudja találni. Ebbe egy icipicit talán én is bele kontárkodnék. Van két honlapcím, mindegyik az iskolánk honlapján van. Az egyiken matematikai információk vannak, a mi iskolánk evangélikus iskola, és sok-sok év óta az evangélikus iskolákban, 9. osztályban az összesbe iratunk egy felmérőt. Nem a matekos osztályba, nem 6 osztályos gimnazisták, 9., hanem olyanok, akik bejönnek normál osztályokba, tehát teljesen normál osztályokba, ezt esetleg érdemes megnézni, különösen tudnám ajánlani mondjuk 8. tanítóknak, hogy érdemes megnézni, hogy mondjuk az evangélikus iskolák, én azt hiszem, hogy az egy nagyon egyenletes terítés, vannak köztük egészen jók, és vannak köztük olyanok, amelyek nagyon-nagyon átlagosak. Úgyhogy ezek a felmérők, ezek nem matekos osztályoknak szólnak, erre jók. Például ilyen anyagokat, egy csomó egyebet is, néhány előadást is meg lehet találni, illetve az iskolán benne van az Arany János Tehetséggondozó programba, és ennek az Arany János Tehetséggondozó program, ez hátrányos helyzetű gyerekeknek a programja. Tehát olyanoknak, akik egyébként nem biztos, 5 éves program, első évben van egy előkészítő év, olyan gyerekeknek szól, akik nem biztos, hogy enélkül középiskolába mentek volna. Eredetileg kisközségekben lakóknak szólt, minden megyében van elvileg egy osztály, van olyan megye az ország keleti részén, ahol több is van, és van olyan megye, ahol nem minden évben tudnak ilyen osztályt indítani. Azért ebben az osztályban is van évelején egy fölmérő, azt is meg lehet találni, és van nekik matematika versenyük. Tehát ez egy olyan matematika verseny, 9., 10. és így tovább osztályoknak, ami teljesen átlagos gyerekeknek szól. Az első évben Pintér Ferenc állított össze Nagykanizsáról, azóta Csorba Ferenc, most már 10-valahány éve ő állítja össze. Ha valaki úgy van vele, hogy 10. év végén meg akarom nézni, hogy na a gyerekeim mit tudnának, azért ez nem az egész osztálynak szól. Tehát az Arany János osztályokban a felső harmada vesz részt a versenyen. De nem Arany Dániel szintű tizedikeseknek, annál azért lényegesen könnyebb lehet használni. Ilyen anyagokat találhatnak ezeken a honlapokon. Egy lehetőséget ajánlanék még a kollégáknak a figyelmükbe. Gyerekeknek is, tanároknak is tudnám ajánlani az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolát. Két helyen működik, egyik a Veszprémben, eddig a Veszprém Egyetem működtette, hogy jövőre hogy lesz pontosan, azt még nem tudjuk, mert itt mindenben nagy a bizonytalanság. A másik pedig Szolnokon működött, 5 hétvégén, mondjuk Veszprémben összejön 100 tehetséges gyerek, és őket 9, 10, 11, 12-ben soroljuk, és van egy olimpiai csoport, és ahol többen vannak, ott van egy erősebb, meg egy gyengébb csoport, de ezek jó gyerekek. Ha valakinek van egy olyan gyereke, aki úgy látja, hogy lényegesen jobb a többieknél, és egy gyereknek nem tudunk szakkört tartani, de ennek a gyereknek jó lenne valami, akkor érdemes eljönni. Egy hétvégén 14 óra van, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó tanárok tanítanak ott. Géza, Kubatovanti, Dobossanyi egy időben, talán most tudom, hogy ő nem annyira. Tehát tényleg sok hasznos a gyerekeknek. Ezen kívül kollégáknak is tudom ajánlani, mert hogyha egy kollega 2 hétvégére eljön, akkor ez egy 30 órás tanfolyam. És szerintem ez jobb, mint akármilyen más tanfolyam, amikről majd esetleg említést teszek, mert itt válogathat. Minden órában ki van írva, hogy van 5 osztály, 5 vagy 6 csoportunk van? 7 csoport van már, jó? Nem is. 7 csoport van, ki van írva mindegyik, hogy ebbe az osztályba Kovatov tanár úr tart az érintő négyszerekről, ebbe Csorba Ferenc a szerkesztésekről, és akkor lehet választani, hogy nekem most mondjuk 9-es jó gyerekeim vannak, akkor a 9. osztályba megyek be, de éppen lehet mást is választani. Tehát minden órában 7 óra közül választhat valaki, hogy melyikre megy be. 2 hétvégén
ezen részt vesz, az 30 órás tanfolyam, akkreditált tanfolyam, tehát kap érte pontot, hogy fog-e számítani, vagy nem, reméljük, hogy talán ez is be fog számítani. Még néhány könyvet mondanék, amit nem biztos, hogy mindenki ismer. Az Alamat nagyon jó könyveket ad ki. Az Alamat kiadó, Pintér Feriék, Zalaegerszegen, akik ugye a kenguru versenyt szervezik. Róka Sándornak van a Szakköri Kalauz, 5.-6.-asoknak, és ugyanígy néz ki egy 7.-8.-asoknak szóló is. Ebbe a könyvbe Csorba Ference az Arany János matematika versenynek a feladatai gyűjtötte össze az aranyos matematika feladatokkal, és az a Számvetés című könyv, az pedig Komáromba, még Olá György, talán ismerik többen is, ő indított el egy gyerekeknek és tanároknak szóló rendezvény, Nagy Károly napokat, és itt kollégák tartanak előadásokat gyerekeknek, hát azért inkább egymásnak szólnak néha, nem a gyerekeknek, de és ezeket az előadásokat gyűjtötték össze ebbe a könyvbe. Az egyik középiskolai oktatásban az egyik legszínvonalasabb könyv, vagy legérdekesebb könyv Olosz Ferencnek, Szatmár Németiben tanított kollégának az Egyenletek című könyve, szerintem fantasztikus, nagyon jó. Amit ugye magasabb fokú, meg nehezebb egyenletekről tudni kell, abban minden benne van, két kötetes, az egyikben vannak a feladatok, másikban a megoldási módszerek. Ez a másik, ez még 2006-ig én állítottam össze a Fejér Lipót Baranyi megyei verseny feladatait. Annak a feladatsorai vannak benne. Ezt arra tudnám ajánlani, hogyha van egy-két olyan gyerek, akinek hétvégére szeretnék adni egy feladatsort, akkor ez 11-12-eseknek a versenye. Egy-egy feladatsort egy hétvégére lehet feladni. Én úgy gondolom, hogy mindegyikben van egészen egyszerű feladat, és mindegyikben van olyan, amin akár egy specmatos gyereknek is azért talál valami érdekességet, tehát még ott is föl lehet adni, de jó. Hát azt hiszem Raskó Andrásnak és Békefi Zsuzsának a könyvét nem kell annyira bemutatni, azt ismerik. Még egy könyvet említek, ami a héten fog állítólag megjelenni, vagy néhány napon belül. Játékos matematika. Ebben matematikai játékok lesznek benne. Általános iskola első osztályától specmatig mindenhol találhatnak benne, körülbelül 100 játéknak a leírása van benne, ami alapján órákon tudom ajánlani, hogy lehet a gyerekekkel játszani. Meg órákon kívül is, tehát csupa kétszemélyes játékok, sok érdekesség van benne. Most érek vissza arra, amit az előbb elkezdtem. Az volt a kérdés, hogy érdemes egyáltalán javaslatokkal menni az oktatás irányításhoz. Az a helyzet, hogy ezt a műfajt már elég régóta csináljuk, és eléggé aktívan részt vettem benne. A Bolyai Társulat Oktatási Bizottsága részéről nagyon sokszor fogalmaztunk meg javaslatokat, de gondoljuk meg, hogy Kálmán Attila, Dobos Krisztina, ők már nem élnek, két Sipos, hány matematikus államtitkár volt, akiket sokakat személyesen ismertük. Személyesen nekik is írtunk javaslatokat azzal, hogy mit lenne jó a matematikával megcsinálni. Némelyek ezek közül megvalósultak. Én úgy gondolom, hogy ha nem tettünk volna ilyen javaslatokat, akkor azért csak szegényebb lenne a matematika oktatás. Ezek közül néznék át néhányat. Az első dolog az volt, hogy Csermely Péter, nálunk volt egyszer egy tudok konferencia, és ott megismerkedtem Csermely Péterrel, és utána a matematika tanításával kapcsolatban több minden dolgot megbeszéltünk, mondjuk a Szárny és Teher című könyvnek a, hogy abba a matematikáról arra kért, hogy írjak, meg rendszeresen tehetséggondozással kapcsolatos dolgokat sokszor megbeszéltük. És amikor a Nemzeti Tehetségprogram készült, 2008-ban, ha jól emlékszem, akkor kezdődött ennek a parlamenti vitája. Akkor, amikor elkészült és be kellett adni, elküldte, hogy most lett ő is kész vele, két napja van, hogy ezt leadja véglegesen, van-e valami javaslat hozzá? És hát, mivel ilyen javaslatokkal tényleg rendszeresen foglalkoztunk, volt készen egy jó pár javaslatunk, és egy csomó dolgot én beírogattam.
És akkor visszaírt, hogy hát ez elképesztő, azért ilyen naív vagyok, hát ez 100 milliós tétel lenne, hogyha ezt mind, egy évben, ha ezt mind meg akarják benne valósítani, ezeket a javaslatokat, de ha már egyszer elküldte, benne hagyja, majd húzzák ki. Egy hónap múlva írt, úgy látszik, senkinek nem volt ideje elolvasni, mindent benne hagyta. Ez egyébként jellemző, hogy nem úgy vagyunk, hogy na látjátok, most már odafigyelnek ránk, hanem valószínűleg azzal tudtunk magyarázni, hogy nem volt ideje senkinek elolvasni. Az egyik javaslat például az volt benne, hogy a tehetséggondozással foglalkozni, az egy nagyon időigényes munka, az, hogy azért fizetnek valami szakköri díjat vagy egyebet, meg néha már az se, mert sok helyen már se fizet, akkor is úgy volt valamikor, hogy nem, máskor is úgy van, hogy nem. Ez egyáltalán nem. Nagyon fontos lenne, hogy legyen egy olyan díj, ami jelentős pénzjutalommal jár, és sok ember kapja meg. Mert az, hogy kap két ember ráztanárul díjat, az egy tényleg egy élet munkája, de az a pedagógusok nagy részét nem ösztönzi, mert nem lát arra esélyt, hogy ő ilyet kapjon. Vagy hogy öten kapnak Bekemanó díjat. De ha egyszer azt látja, hogy az ő iskolájában is kaptak ketten, akkor azt talán, akkor hátha ösztönzi, és indoklásba leírtuk, és amikor a Bónisz Bona díjat, erről azért gondolom tudják, sok pedagógus kapott, mekkora összeggel járt? Bónisz Bona díj? De egy elég jelentős összeggel, és százas nagyság, több száz pedagógus kapta. Az indoklásban szó szerint azok jelentek meg, amit mi annak idején elküldtünk. Benne hagyták, megcsinálták. Persze volt egy csomó olyan javaslat, amit beletettünk, és nem valósítottak meg, de voltak olyanok mások is, amit ebből sikerült elfogadtatni. Tehát például matematikából vannak tehetséggondozás segítő tanfolyamok. Ez akkor abban nagyon hangsúlyosan benne volt, hogy ilyenekre szükség van. Azt gondolták eredetileg, hogy igen, ilyennek lenni kell, tantárgyanként egy. Tehát lenne egy matematika tanfolyam, egy fizika, és így tovább. A fizikusok nem reklamáltak, van egy akkreditált fizika tehetséggondozás segítő tanfolyam, tudomásom szerint az országban 17-en végezték el összesen 5 év alatt. Egyszer indították el, többször nem is. Matematikából azért a sokféle nyomulásnak köszönhetően sikerült elérni, hogy minden korosztály számára van. Róka Sanyi a legkisebbeknek, Csordásék a következő évfolyamnak, aztán Gézáék, Pintér Feriék a középiskolásoknak, és van egy olyan, amelyek egészen a legtehetségesebbekkel foglalkozó Szegediek, Ábrahám, Mike. Tehát van minden korosztálynak a számára létezik egy ilyen tanfolyam. Én úgy gondolom, hogy ez megint egy pozitívum, és körülbelül 500 ember elvégezte, de erre visszatérünk. Ez is benne volt a Nemzeti Tehetségprogramban. Kömol támogatással kapcsolatban, nem tudom hányszor elmondtuk, egy darabig nem ment, végül is most sikerült eljutnunk oda, hogy két éven egymás után milyen meghívásos pályázatot írtak ki a Kömolnak, és ha tudom, úgy tudom 10 millió forintot mind a két évben kapott, ugye? Tessék? De ez úgy tűnt, hogy éveken keresztül nem sikerül elérni semmit. Próbáltuk keresni kit, hol lehet elérni, és akkor egyszer csak valaki azt mondta, hogy hát ez nem lehet tétel. És akkor végül is megoldódott a dolog. Tehát ez is egy olyan dolog volt, amit talán érdemes volt elindítani. Tehetséggondozás segítő tanfolyamok, ezt mondtam, minden korosztálynak van. Kerettanterv. Amikor én is belekerültem a kerettantervbe, eredetileg nem voltam benne, de úgy volt a Géza, te tudod, ki volt az a kollega a katolikus iskolában, aki meghívott bennünket? Frigyesi. Nem Frigyesi Miklós hívott meg, hanem akinél voltunk. Tessék? Görbe László. Igen, Görbe László. Úgy volt, hogy legyen valaki a Bolyai Társulat részéről is benne, és ezért meghívott engem is. Amikor készhez kaptuk, akkor az volt, hogy minden évfolyamon 3 óra matematika. Pont. Készül kettőféle tanterv, egy normál, egy emelt szint. És akkor az egyik az volt, hogy matematikából nem elég kettő. Matematikából van a specmatos osztályuk, azoknak kell egy. Jó, hát rendben van, az az emelt szint. Akkor meg egy normál. Sikerült elérni az, hogy van egy 5 órás tanterv is. 5. osztálytól külön minden korosztály számára, van a 8 osztályos gimnáziumok számára, ezt
jó részt Eszternek a munkája, van a 6-osztályos gimnáziumoknak, 4-osztályos gimnáziumoknak, a felső tagozatnak, mindenkinek van 5 órás kerettanterv, tehát ez a része meg majd lehetne így tanítani. Azt, hogy több óra legyen, ez sajnos nem nagyon sikerült elérni, ez megint itt, de alsóban visszaadták a 4 órát. Ez is úgy ment, hogy nem tudom ki mindenkivel leveleztünk, így leráztak bennünket, és amikor megtudták, hogy az akadémia matematikai szakosztálya is aláírta, Lovász is aláírta ezt, akkor nem várták meg, hogy a levél odaérjen, fölhívták, hogy nem probléma, megvan a 4 óra. Mintha előtte is úgy lett volna, hogy simán megkapjuk a 4 órát, mert valakik oda mentek Kaposihoz, aki az OFI főnöke volt, és azt mondta, hogy ne csináljunk, ha az nem jó, hogyha kimegy a sajtó, meg mindenhova, hogy az akadémiának is tiltakozni kellett ellene, és inkább megadta. Tehát azt például sikerült elérni. Azt szerettük volna, hogy 9. osztályban is legyen több óra, mert azt tartottuk volna a legfontosabbnak. Ez taktikai hiba volt, mert ugye előtte 12-ben 4 óra volt, azt levették, és mi nem azért harcoltunk, hanem azért, hogy inkább 9-ben legyen, mert ha az elején több gyereket sikerül megnyerni a matematikának, akkor talán többen lennének azok, akik utána mernek választani fakultációt, egyebet. Ezt mereven elutasították, azt mondták, hogy azokban az iskolákban, ahol matematikával akarnak tovább tanulni, legyen annyi ez az iskolának, hogy nem 3 órába tanítja, nem 4-be vagy 5-be. Valamilyen módon igazuk van, csak nekünk is igazunk volt, hogy ha az nincs leírva, akkor a magyar szakos igazgató, meg a többi nem fogja, ahol nem elég erős a matematikusok érdekérvényesítő képesség, ott nem lehet elérni, hogy 4 óra legyen. Tehát ebbe volt, amit sikerült elérni, volt, amit nem. Tankönyvügybe leveleztünk, a teljes merev elutasításba részesültünk. Annak idején ennek egy másfél éve volt talán, amikor ez a levél ment. Hiába volt akármilyen támogatás, egyáltalán nem. Most talán folyamatban van valami. Az egyik legnehezebb dolog, amit el akarnak fogadni, mert ezt anyagi kérdésbe forgatják át, hogy azért van ennyi tankönyv, mert ennyit meg tud fizetni az állam, hogy majd ingyenes legyen fokozatosan. Azért nincs több. Tehát nem azért, mert korlátozni akarják a szabadságot, indoklásként nyilván nem ezt mondják, de tehát elképzelhető, hogy valamilyen megoldás erre kialakul majd, hogy pillanatilag én mit tudok dolgokról, arról később mondok valamit. Kiemelkedő tanároknak, ugye amikor jött a pedagógus minősítési rendszer, Bolyai társulat megint, matematika tehetségtanás, mindenhonnan kerestünk lehetőséget, mert ugye matematika tehetségtanás olyan divatos dolog, tehetséggondozás ügyében, hát ha az ír, az jobb, mint ha a Bolyai társulat. És egy darabig teljes elutasításban részesültünk, az azért legyen most lemondatott Cunyénak az érdemet. Válaszolt rá érdemben, és azt mondta, hogy igenis elindítanak egy külön eljárást, amelyben azok a tanárok, akik letettek valamit az asztalra külön eljárás keretébe, lehetnek mesterpedagógusok vagy kutatópedagógusok. És ezt sikerült elindítani, és azért azt elmondanám, hogy 5000 pedagógus pályázott erre az országba, de azok válogatták ki az embereket, akik egy szakmai bírálóbizottság elé kerültek, akik az egész pedagógus minősítési rendszert létrehozták, nem éppen szakmai alapon. Azért ott a matekosok megint kiálltak, és volt némi információ, hogy olyan embereket, például az azéri Rásztanár úr díjas, nem volt benne, akit ők kiválogattak a matekosokból az első harmadába. Meg még egy-két emberről hallottak, és ezek az emberek harcoltak érte, ott is először megpróbálták lerázni, és végül nem tudom hány tárgyalási forduló után el lehetett érni, hogy matekból azért olyanok is kapjanak, mint a Kömmel főszerkesztője, vagy az ég Rásztanár úr, és sorolhatnám, hogy hányan. Körülbelül 110 fő kapott matematikából mester és kutatótanári elismerést, és akkor ebbe azért erre azt tudjuk mondani, jó rész szakmai alapon. Tehát ennek a nagy része olyan. Tehát nyilvánvalóan nem lehetett mindent elérni benne, de ez azért nem valamilyen részeredmény. Folyamatban levő javaslatunk ezzel kapcsolatban. Ja, javaslatunk. Kinek? Hát egyrészt a Bolyai Társulatnak. A Bolyai Társulat Oktatási Bizottsága 2 hét múlva lesz oktatási bizottsági ülés. Ott megpróbáljuk megtárgyalni ezeket a dolgokat. Az akadémián
az ősz folyamán alakult egy matematika közoktatási munkabizottság, Lackovics az elnöke, és akkor benne vannak Szemerédi, benne van a Bolyainak az elnöke, Katona Gyula, és középiskolai tanárok sokan, jó néhányan itt lévők közül, azt hiszem Juhász Péter az, aki benne van ebbe. Megpróbálunk valamit elérni, őszintén reméljük, hogy ha azok mellé, a törekvések mellé, amiket itt már emlegettem, meg évek óta küzdünk, az akadémia is mellé áll, akkor nagyobb eséllyel tudunk valamit elérni. Ebbe bízunk, hogy pillanatnyilag hol vannak a dolgok, hol tartanak, arról majd egy-két dolgot mondok. Vannak egészen friss, még ma reggeli hírek is ezzel kapcsolatban. Szóval akkor a folyamatban levő dolgok, az egyik dolog a pedagógus minősítéssel kapcsolatban az, hogy szeretnénk elérni, hogy az szakmai alapon történjen. Ne az alapján, hogy végzette az illető drogprevenciós szakvizsgát, hanem az alapján, hogy hogyan tanítja a matematikát. Milyenek az eredményei matematikából, érettségi eredmények, versenyeredmények, más felmérésekbe, ha valaki rendszeresen jobb eredményt ér el, mint a ugyanabban a környezetből levő másik ember, akár egy külvárosi iskolába is, akkor az komolyabban számítson bele, illetve egy konkrét javaslat az, hogy a szakmai díjak jelentsenek automatikus előrelépést ezekbe a kategóriákba. Tehát akinek például Rásztanár úr díja van, az alapból legyen kutatótanár. Akinek mondjuk Bekemanó díja van, az járjon egy mestertanári címmel. Mondjuk a Bónisz Bóna díj, vagy amit sokan kapnak, az legalább az járjon azzal, hogy ha egy ilyet kap, akkor automatikusan egy kategóriával följebb kerüljön. Tehát a pedagógus egyből volt akkor kettőbe, tehát ez egy ilyen dolog, amit szeretnénk elérni. Illetve akkor mondok egy más dolgot ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy kinek volt lehetősége arra, hogy végignézze, hogy a mestertanároknál majd a következőbe a mestertanárnak pályáz valaki, akkor annak milyen feltételei vannak. Kérem, igen-igen szigorú feltételei, és nem szakmaiak megint. Tehát nem az, hogy milyen eredményeket ér el, hanem ha például valamilyen pedagógiai kutatásban részt vesz. Tehát ha a pedagógia tanszék az egyetemen végez valamilyen pedagógiai kutatást, ha abba belép egy pedagógus, akkor ez ettől majd lehet mestertanár. Hát ne attól legyen. Attól legyen, hogy jól tanít. Attól legyen mestertanár, mert most ugyan idősebbek azok, akik a pedagógus kettőben most már elég sokan belépnek, de hamarosan belépnek mondjuk a 35 évesek. 35 éves kortól 65 éves korig semmi perspektíva nem lesz előtte, hogy mi az, amit lehetne elérni. Nagyon jó lenne, hogyha vagy kerülne be új kategória, vagy a mestertanári címre normális szakmai kritériumokat írnának ki. Ebbe is talán valamit el lehetne érni. Itt most már a folyamatban levő javaslatokról van szó. Említettem, hogy létrejött a kerekasztal, vagy bocsánat, a kerekasztalról azt tudnak, de majd azt elmondom, hogy a kerekasztalnak milyen kapcsolata lehet a közoktatási munkabizottsággal. Első lépéseként egy kérdőívet fogalmazott meg, minden matematika tanár számára szeretnénk, minden matematikát tanítónak a számára szeretnénk elküldeni, tehát az alsósok számára is. Ez kétféle formában történhet, az egyik a Bolyai Társulat címjegyzékén keresztül. Ez egy online kérdőív lesz, Péter szerkeszti, és ezen kívül szeretnénk, hogyha a POK, ha nem mindenki a jelenlevők közül tudja, pedagógiai oktatási központoknak, ezek eljuttatnák a felhívást minden iskolába. Azért, hogyha az igazgató kap egy felhívást, hogy legyen szíves a matek tanárok, ezt töltsék ki, akkor hát, ha nagyobb arányba kitöltik. De legalább az információ ezen az alapon elvileg mindenhova oda jut. Tehát egy ilyen kérdőívet állítottunk össze. Már most azt mondanám, hogy a kérdőívben vannak konkrét kérdések, választható válaszokkal. Vannak olyan, az illetőnek kell beírni, de a végét nagyon fontosnak tartom, ott van, hogy egyéb javaslat. Bárkinek van valami egyéb javaslat, amire úgy gondolja, hogy nem tértünk ki, egyébként csináltunk egy próbaverziót, sok kollégának elküldtük ezt,
hogy, és az elég hosszú vita után alakult ki, hogy mit kell a kérdőívbe, de még mindig lehet, hogy nem mindenre jutott eszünkbe. A végén írják oda a javaslatokat, hogy mi ez. Milyen javaslatok vannak, mivel az egész ügynek a vezetője egy pszichológus, Csépe Valéria, az akadémia elnökségének a tagja, aki a tantervi és egyéb tantárgyakkal kapcsolatos dolgokat összefogja, nekik a kérdőív az egy kiinduló pont. Tehát, hogyha az vagy a kérdőívben a tanároknak, hogy kitöltötte 2500 pedagógus, és ezeknek a 80%-a ezt kéri, akkor ennek úgy gondoljuk, hogy talán most a következő súlya van. Úgyhogy önök is, meg a környezetükbe levőktől azt kérjük, hogy töltsék ki, és írják oda a véleményüket, oda még bátrabban is oda lehet írni a véleményeket, mint egy-két olyan dolog fölmerült, amin vitatkozunk, most odaírjuk javaslatként, vagy azt mondják, hogy akkor mi már azok közé tartozunk, akik itt bomlasztani akarnak, ezt a kérdést odaírjuk. De ha ez javaslatként ezek elhangzanak, ami esetleg önök szerint nincs ott, akkor ez ilyen módon segíthet. Az egész folyamatban a pedagógus karnak elég jelentős szerepe lehet. Úgy tudom, hogy 6 munkacsoportot hoztak létre a kerekasztalnál, és ezek közül eredetileg 2 kapott meg a pedagógus kar, az egyiket átvette az akadémia, majd a pontokat később mutatom, hogy miket, de a pedagógus kart megkérdezik. A pedagógus karról nagyon különböző vélemények vannak. Ez tény, hogy ezt nem a pedagógusok maguk találták ki, tehát az orvosoknak is, az ügyvédeknek is be kell lépni egy karba, mondjuk ezen talán nem lenne muszáj, hogy hogyan történt a kiválasztás, azt mondták, hogy kérem, a minisztérium a saját embereit válogatta ki. Horváth Péter, matematika tanár, az igazgatója, Győri igazgató, tessékelni egy roppant korrekt olyan ember, aki nem úgy, hogy ha engem ide tettek, akkor én kiszolgálom mindenbe azokat, akik ide tettek. Tehát ő nagyon korrektül áll hozzá ezekhez a dolgokhoz, olyannyira, hogy a pedagógus karban szintén lesznek tantárgyi szekciók, tantárgyi tagozatok. És ha az, hogy a tantárgyi tagozatokba hozzáértő emberek kerüljenek be, tehát ne olyanok, akik nagyon ambíciózusak és nem csinálnak semmit, személyesen felkereste a Bolyai Társulatot, Horváth Péter, és azt mondta, hogy a Bolyai Társulatnak van rálátása arra, hogy melyik régióba, kik azok, akik komoly munkát végeznek, és én úgy gondolom, hogy a matematika tagadnak az elnöksége, az igen kiváló szakemberekből áll. Az elnökükké Bíró Bálintot a 3-as vokátévé kategória zsűri elnökét. Hármas a specmat. Az egyes kategóriának a zsűri elnökét, vagy a bizottsági elnökét választották meg maguk közül, de tényleg fonyolaj. Így volt egy csomó szempont, hogy nő, milyen területről hányan kerüljenek be, korosztályban, hogy kerüljenek be, de én úgy gondolom, hogy tényleg hiteles, jó szakember kollégák kerültek be. Tehát a pedagógus karhoz, ha úgy tudják, szerintem meg lehet találni, kik ezek, van az önök régiójában olyan, akit ismernek, el tudnak érni, a javaslatokkal őket is meg lehet keresni, talán egy-két dolgot nekik is el lehet érni. A másik a Bolyai Oktatási Bizottsága, hát mi is próbálunk, az az igazság, hogy a pedagógus kar létrehozásának az egyik oka az volt, hogy az előző államtitkár, nem az előző, még az előző, szóval Hoffmann Rózsa nem bizott a szakmai bizottságba, különösen nem bizott a magyar meg a történelembe. Némileg joggal, mert olyan dolgokat is kritizáltak, amit talán nem lett volna muszáj annyira. És mi a Bolyai Társulat részéről hiába próbáltuk mondani, hogy konstruktívak vagyunk, ilyen javaslatokkal élünk, egyszerűen nem akarta a szakmai fórumokat elfogadni. Lehet, hogy csak azért, hogy nem akart különbséget tenni, hogy ezért elfogadjuk, amazért nem. Talán egy kicsit most növekedhet a súlya a Bolyai Társulatnak is. Reméljük, hogy sikerül valamiket elérni. Milyen javaslatok vannak? Egy tényt szeretnék mondani, erről mindenképpen akarok beszélni, beharangozóban ezt mondtam. Jelenleg körülbelül 15 000 mérnök és informatikus hiányzik a gazdaságból. Erről az ősz folyamán voltak cikkek,
Folyamatos kapcsolatban vagyok Ábrahám Lászlóval, a Jövő Mérnökeire Egyesületnek az elnökével. Ő egy nagyon jó nevű céget vezet Debrecenbe, és nagyon komolyan gondolkodik erről a témáról. Tehát azt mondja, hogy pontos kimutatásaik vannak arról, hogy ez hány milliárd, több mint 100 milliárd forintot jelentene évente, hogyha ennyi mérnököt sikerülne azokra a helyekre képezni pluszba. Például a Veszprém Egyetem rektora volt korábban Fridler Ferenc. Tőle ő mondta azt, hogy összehívta az IBM a Műszaki Egyetemek rektorait, és azt mondta, hogy szeretne idehozni egy körülbelül 1000 fős fejlesztő céget Magyarországra. Mert ők úgy tudják, hogy itt fejlett a matematika oktatás. Valami régi információik voltak. És ehhez az kellene, hogy 3 év múlva indul be, akkorra, akik már 3 éve oda járnak, azokat kezdik, és 5 év múlva teljesedne ki. 1000 informatikus villamosmérnökre lenne szükség, aki az IBM-nél nem összeszerelő, nem Winchester szerelnek össze, hanem fejlesztést. Egy fejlesztést nem lehet olyan könnyen elvinni egy országból. Ha az valahol van, akkor azok az emberek értenek hozzá, akik azt csinálják. Műszaki egyetemek rektorai kijelentették, hogy sajnos ők ezt nem tudják vállalni, nem tudnak 1000 embert nekik előállítani. Hát kifizetünk mindent, kifizetjük a költségeket, megadunk hozzá mindent, szám, mi kell hozzá? Azt mondták, hogy gyerek. Gyerek kellene. Olyan, aki matematikából alkalmas arra, hogy ezt elvégezze. És plusz 1000 embert, 1000 gyereket 5 év alatt se tudnak összeszedni. Mert egyszerűen nincs. Mert a műszaki főiskolák most is olyanokat vesznek föl, akik, most nem akarom mondani, 1000 helyen lehet hallani, hogy törtek összeadásával is gondjaik vannak, akik a műszaki főiskolákra bekerülnek. Jó? Említett, hogy a Kínzikben ti végeztek egy felmérést az evangélikus iskolák, hogy ennek az eredményéről lehet tudni, hogy most a tendenciát, tehát a bejövő diákoknak a képességi szintje az így változott az évek során, vagy hogy ugyanannyit tudnak, hogy 10 évvel ezelőtt, vagy ez így? Mert hogy ugye ez az előzmény elmény is annak, hogy... Én nem láttam lényeges változást. Egyes iskoláknál voltak változások, hogy egy iskola, tudtuk, hogy nem jó hírek vannak róla, akkor de nem olyan jó gyerekek mennek. De az, hogy úgy összességében a nyolcadikasok ekkora időtávban nem, ennél hosszabban, egy 20 éves időtartamot véve, ott egyértelműen látjuk azt, hogy a nyolcadik osztályból érkező gyerekeknél sokkal több olyan dolog van, amiről nem tud. Nem kevésbé tehetségesek, De ezekben a fölmérőkben mi nem arra vagyunk kíváncsi, hogy te hallottál-e az A-B-tel, mivel legyen. Mert azt ma nem hallott róla, 20 éve meg hallott róla. Hanem azt, ami egyértelműen benne van az anyagban, most ebben a teljesítmény ekkora idő alatt nem látunk, hogy nagyon lényeges eltérés lett, nagyon lényeges változás lett volna. Hol tartottam? Ja igen. Tehát mi lenne erre a megoldás? Én úgy gondolom, hogy ma az egyik legfontosabb dolog a matematika oktatásában az lenne, hogy legyenek mondjuk 5. osztálytól, de legalább 7. emelt szintű osztályok. Legyenek az osztályok bontva, ott, ahol egy osztály van, ott is bontsák meg. A matematikát, ahol 2 van, ott meg még pénzbe se kerül, mert legyen egyszerre a matematika óra, és az egyikben menjen az, aki szobafestő akar lenni, a másikban menjen az, aki középiskolába akar menni, és akkor már más lehet tanítani neki. Akkor gondoljuk meg, hogy ma, amikor együtt van minden gyerek egy csoportba, vagy esetleg a névsor szerint, vagy a testnevelés óra szerint bontanak, akkor a gyerekeknek nagy része az óra felébe nem olyan anyaggal foglalkozik, ami neki való. Mert vagy a jó gyerek unatkozik, mert a gyengével foglalkoznak, vagy fordítva, ha jobbaknak való dolgot adnak, akkor a gyenge nem ér belőle semmit. A matematika pont olyan, mint az idegen nyelvek. Nem lehet a matematikát együtt tanítani a gyenge képességűnek, meg aki előjár. Ahogy ez nem jut eszébe senkinek, hogy milyen jó lenne, hogy a kezdőket a felsőfokú nyelvvizsgára készülőkkel vegyük egy csoportba, mert mennyit tanulnak tőle, és akkor egyik gyerek tanul a másiktól, világos, hogy idegen nyelvből nem tanul semmit, mert nem érti a kezdő a másikét. A matematika pontosan ilyen.
az a gyerek, akinek alig kettese van matematikából, az nem érti azt, hogy a jó gyerek elmond egy szép megoldást, hogy az mit jelent. Legfeljebb frusztrálja, hogy úristen, ilyet én sose találnék. Az tény, hogy magyarból például, tehát anyanyelvből, ott hasznos, hogyha együtt vannak a gyengébb meg a jobb képességű gyerekek. Mert a választékosabb kifejezéseit a jobb gyereknek szívesebben átveszi a gyenge gyerek, mint a tanárét. A tanár az egy más klassz, ha ő valamit választékosabban fejez ki, azt ő nem is akarja megtanulni. De tudat alatt is megtanulja azt, hogyha az okosabb osztálytársai valamit másképp mondanak el, vagy észrevesznek valamit egy versről, egy képről, vagy valamiről. Tehát ott más a dolog. Mert most nagyon annak a híve az egész oktatásunk, hogy inhomogén csoportoknak kell lenni, vagyis együtt egymástól tanul a gyenge gyerek, a jótól tanul. Ez van, ahol igaz, de matematikában nagyon nem igaz. Tehát ha ezt sikerülne egyszer megvalósítani hetediktől, és akkor középiskolában pedig minden középiskolában lenne egy olyan osztály, ami matekból emelt szintű, vagy esetleg természettudományos osztály, de itt azért egy kicsit tantárcsovinista vagyok, mert azt mondom, hogy ha van egy kémiai osztály, onnan sokkal kisebb valószínűséggel mennek informatikusnak vagy matematikusnak, mint a matematikai osztályból vegyésznek. Ahol matematikai osztályok voltak, azt tudják, hogy onnan egy csomó gyerek ment vegyésznek, fizikusnak és így tovább. Tehát ilyen szempontból talán általánosabb a matematika. Tehát az lenne jó, hogyha legyen sok matematikus. Ezt nagyon szeretnénk elérni. Ehhez akár már most, szeptemberben el lehetne érni, hogy ha nem is hirdettek ilyen osztályt, de mondják azt, hogy szeptembertől ebbe az osztályba több lesz, választod-e. Vagy beszéljék rá azt, akinek ötöse volt matekból. És ugyanígy 7.-8.-ban is ezt meg lehetne csinálni. Ez jó lenne, hogyha menne. Mi kellene hozzá? Hát érdekeltség. Az a helyzet, hogy pillanatilag a tanárok nem érdekeltek a dologba. Mert ha 22 órába tanít, nem érdekel benne, hogy legyen egy 3 órás helyett 5 órás csoport, mert a kutya se fizeti meg. Hát persze ezeren csinálunk olyan dolgokat, amit nem fizetnek meg, de erre nem lehet építeni egy oktatást. Tehát ha ennek az érdekeltsége megszűnne, vagy megteremtődne, hogy érdeke legyen anyagilag is, hogy ő esetleg magasabb óraszámú, meg hát vegyék figyelembe a minősítésénél az, hogy ő ilyen osztályba tanít, hogy ő valami olyannal foglalkozik, szakkör tart, gyengével foglalkozik, és így tovább. Kellene hozzá szakmai anyagok, és régi ötletünk az, hogy jó lenne, hogyha lennének bázisiskolák. Ezt nem tudom, hogy itt Budapesten mennyire látják, de vidéken jó lenne, ha vannak olyan iskolák, ahol egészen más szintű a matematika, mint a szomszédvárosba, vagy abban a városban egy másik iskolában. De ha ezekben az iskolákban, ahol ilyen, el lehetne menni órát látogatni, ezekben az iskolákban szerveznének megyei szakkört. Tehát olyan gyerekeknek, ahol X helyről csak 3 tehetséges gyerek van, nem tudunk neki szakkört indítani, de el tud menni a másik iskolába, ez egy nagyon hasznos dolog lenne. Ezt szeretnénk, hogyha menjen. Megpörgetem a dolgot. Ez a másik dolog, amit szeretnék mondani. Ezer helyen lehet hallani, hogy gyerekek nem tudnak megfelelni a követelmények, a legfontosabb dolog az lenne, hogy csökkentsük a tananyagot. Én amikor kezdtem tanítani, akkor még egy mozaik szó is volt, tacs. Ez volt kiírva minden értekezleten, tananyag csökkentés. Volt olyan év, amikor előírták 2003-ba, hogy a középszintanyagot 10, az emelt szintanyagot 20%-kal csökkenteni kell. Érettségén is kerettantár. Pontosan leírták, hogy hány szám, mert ezt valakik tudták, hogy pont ennyivel több az anyag akkor, mint megtanulandó. Az a helyzet, hogy egy tananyagcsökkentés igenis hozhat egy év múlva jobb eredményt. De minden felmérés azt mutatja, hogy ott, ahol az átlag egy iskolában 2,8 volt, ott a tananyagcsökkentés után 2 éve ugyanúgy visszaáll 2,8-re. Csak azzal a kevesebb anyaggal még kevesebbet tudnak. Ettől a jobb nem lesz se elégedettebb a gyerek senki. Mégis azért veszélyes, hogy ezt megcsinálják, mert egy, nem kerül pénzbe. Sok pedagógus elég lesz vele, és azért vegyük tudomásul, hogy azért Kolmogorovot megkérdezték, hogy mennyire vált be a matematika reform, amit meg ő volt az élharcosa. És azt mondta, hogy mindent figyelembe vettünk, csak a tanárok nagy szürke tömegét nem. Szóval azért az a helyzet, hogy a tanárok egy nagyon jelentős része ezt követeli, hogy csökkentsék a tananyagot. Nagyon jó lenne, ha nem lenne.
egy történetet mesélnék el. Ezelőtt körülbelül 25 éve Szegeden volt egy vándorgyűlés. Szendrei János, aki nem csak kiváló algebrista volt, hanem ő a módszertannak a kiváló szakembere volt, Varga Tamásékkal középiskolai dolgokat együtt csinálták, tartott arról egy előadást, hogy hogyan lehetne a tananyagközlés felől elmenni a gondolkodtatás irányába. És ezért bele kellene tenni a tananyagba mostani mellé még ilyen meg ilyen gondolkodtató részeket. Többség egyetértett, egy tanárnő felszólalt, hogy a professzor úr nem tanít, vidéki iskolában látszik, nem tanít alig ketteseket. Ha tanítaná, akkor tudná, hogy mostani anyagot se lehetne ők megtanítani, ha hogy lehetne még gondolkodtató feladatokat hozzátenni. Szendrei János fölállt, és azt mondta, kedves kolléganő, az alig elégségeseknek nem írunk se tankönyvet, se tantervet, mert ha írunk, akkor néhány év múlva az egész társadalom alig elégséges lesz, ha ezekhez igazodunk. És még ott egy kicsit úgy magamban föl voltam háborodva, hogy ezt a vidéki kolléganőt így kiosztja a professzor úr, de utána eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon igaza volt. Igenis, hogyha ahhoz igazodunk, hogy mindig is lesznek olyanok, akik nem tudnak megfelelni. Ha hozzájuk igazítjuk a következő követelményeket, akkor tényleg oda jutunk, hogy az egész társadalom olyan alig elégséges lesz. Nem csoda akkor, hogyha itt a PISA felmérések rendre azt mutatják, hogy mennyi olyan gyerekünk van, aki nem tud ennek megfelelni. Tehát én úgy vagyok, hogy ennek jó lenne ezt megakadályozni, mármint a tananyagcsökkentést, bocsánat. Ha lennének képességek szerinti csoportok, amit az előbb mondtam, akkor anélkül, hogy megváltozna a tananyag mennyisége, ott, ahol csak közepesek meg elégségesek vannak, arra készülnek, hogy ők közepesre érettségizzenek. És ez maga jelentős eredményjavulást hozhatna. Én úgy gondolom. És nekem régi elvem az, hogy több olyan dolog kell, amivel kedve lesz a gyereknek. Kellenek játékok. Igenis, hogyha a gyerekekkel játszunk matekórán játékokat, akkor kicsit jobb kedvel megy be ide. Biztosan hallották már tőlem néha, tanítottam egyszer cipőipari esti tagozat. Ez nem egészen azonos a specmatos osztályokkal. Mégpedig esti tagozat volt, este fél héttől 8-ig dupla óra. Ezek délelőtt dolgoztak, délután beültek, így ültek. Azt találtam ki, hogy elmondom, hogy na, kedves hallgatóság, mára ezt terveztük, hogy a sárga könyvvel ennyi feladatot oldunk meg hozzá, elmondom a dolgokat. Amikor ezzel végzünk, akkor utána mesélek. És akkor meséltem történetet. Valaki matematikusokról, Erdősről, Kalmárról, nem is Péter Rózsi nénéről hallottam, régi matematikusokról, meg játszottunk különböző játékokat. És igyekeztek gyorsan befejezni, mert a végén játék lesz. És volt két fiatal hátcsoportban ültek, ők mindig az óra felén elmentek, mert megy a buszok. És egyszer már eljutottunk a játékokig, és láttam, hogy ott vannak. És mondom, most hazaviszi magukat valaki? Az a helyzet, hogy van később buszunk, és a többiek azt mondták, hogy érdemes itt maradni a végére. Most nekem volt 70-nél több alkalommal tanítványom országos verseny első 10 között, ez mindenhez képest semmi siker. Az, hogy ott azt mondták, hogy érdemes itt maradni a végére. Tehát én úgy gondolom, hogy ha van egy ilyen dologa, mert mindenki azt mondja, még ez a mostani anyag se fér bele. Tessék elhinni, hogy ha a gyereknek van miért odafigyelni, akkor az óra háromnegyed részében meg tudja tanulni azt, amit eddig az egészbe se tudott, és akkor marad az óra negyed része arra, hogy valami érdekeset csináljunk. Ezért is vállaltam azt a könyvet, amit ott az elején, hogy ezt megcsináljuk. És ugye ezt már említettem, hogy jó lenne, hogyha lenne pedagógus minősítés szakmai alapokon. Ezt hiszem, ezt csak érdemes végigolvasni. Igen, a középsőről mondanék valamit. Az a helyzet, hogy lehet, hogy most egyszer szóba állnak velünk. De nem ez a megoldás. Az lenne a megoldás, hogy a minisztériumnak legyen valaki olyan, egy osztályvezetője, akit a szakmai szervezetek bármilyen gonddal meg tudnak kerülni. És bármilyen meg tudnak keresni. Nem kerülni. Tehát legyen egy folyamatos egyeztetés. Legyen egy folyamatos egyeztetési fórum. Hogy ez hogy működik. Illetve hát ez legyen természetes, hogy ha valamit véghez akarunk vinni,
akkor azt megkérdezzük előre. Egyébként a pedagóguskart nagyon sok mindenről megkérdezték, Bíró Bálint elküldte a javaslatokat, de hogy valamit figyelembe vettek-e, vagy nem tudom. De ha lenne egy folyamatos személy ilyen kapcsolat, akkor ez nagyon hasznos lenne. Pályázati rendszer. Egy olyan javaslatunk van. Hogyha kiírnak tehetséggondozásra pályázatot, például ilyet írtak ki legutóbb is, hogy lehet szakköröket szervezni, a költség 15% a bérre költhető. Mégis mire kell másra egy matek szakkörön? Krétára? Jó, hát számítógép az megvan, tehát ettől persze vettünk számítógépet, mert hát azt kellett venni, de tehát egyszerűen nem illeszkedik ahhoz, amit kellene. Az lenne a kérés, hogy a pályázati keretnek egy részét osszák le a szakmai szervezeteknek. Azt mondják, hogy ti ezt osszátok szét arra, amiben a matematikára kell. Fizikusok arra, amire a fizikába kell. A másikok erre. Akkor ott, mert ma, amikor egyszerre akarnak kiírni olyat, ami jó a rajzosnak is, meg az énekesnek is, meg a matekosnak is, akkor valaki nem jól jár. Tehát ez egy ilyen javaslat. Jó? Két friss hír. Ma reggel kaptam a hírt Verespalitól. Verespál a résztvevője volt a kerekasztalnak az Országos Köznevelési Tanács részéről. És ő írta, hogy 6 munkacsoportot definiáltak, és az egyik a tartalomfejlesztési munkacsoport, ami ezekkel a dolgokkal foglalkozik. És a két vezetője lesz a csoportnak, az MTA részéről Csépe Valéria, és a kerekasztal részéről Veres Pál, aki tudjátok, matematika szakos, Miskolc igazgató, nem annak a most fölkapott iskolának, hanem a másiknak, ahol azért ott is van valami matematika tanítása az iskolába. Ez némi vigaszt jelent arra, hogy talán most, tehát ha mondunk valamit, akkor ehhez a bizottsághoz biztosan eljut, mert Veres Pali is az Akadémiai Munkabizottságnak tagja. Tehát amiről mi ott megállapodunk, hogy ezt kérjük, akkor ott van az egyik, tehát ilyen átfedés van. Jó, a következő hír az már, igen, a kérdőívekről beszéltem, hogy megy. Szóval várjuk a kollégáknak a véleményét ezzel kapcsolatban. Kérdőívbe írjanak a végére, amit gondolnak, pedagógus karhoz, keressék meg, el lehet érni. És nyáron vándorgyűlés lesz, szerintem ott is téma lesz az, hogy matematikusok mit szeretnének, talán még addig nem késünk le, jöjjenek minél többen. Két idézőzetet, hogy azért matekos is legyen végére. Én ennyi mindent akartam elmondani, de hát ez vita kellett volna, hogy legyen. Egy-két hozzá szeretném mondani, hogy mi az, amit tudnak javasolni, ezeket itt elmondtam, hogy mit tegyünk nagyobb hangsúlya, és mi az, amit ezeken kívül próbáljunk megképviselni. Tehát azt mindenképpen javasoljuk, hogy bárkinek bármilyen javaslata van, véleménye van, akkor a Sándornak írja meg, mert hát látszik, hogy ő abszolút kapcsolatot tart a közéletben mindenkivel, de azért most is örülünk, hogyha még van egy kis türelem, hogyha bárkinek. Én csak egy kapcsolatot szeretnék hozzá. Oktatási bizottságon is csak dehangosítva együtt és beszélünk róla, hát azt hiszem, hogy alapban a tanárképzés témában, amilyen módon be kéne fogasztani ezekbe a... Láttam, hogy ott van, hogy módszer van. Ugye a bizottsága... Igen, ez a bizottság ezekről a kérdésekről fog. Azt gondolom, hogy ez pillanatilag megint nagyon, tehát kapjon nagyon nagy hangsúlyt. Ugye most fognak majd kimenni az osztatlan képzéssel az első olyan évfolyam jövőre, amelyik a 4+1, hát nem végzett még, csak hogy a 4 év és utána jön a plusz 1, tehát most lesz aktuális először. Azt nem tudjuk, hogy kimegye 4-re egyáltalán. Hamaradnak még az. Semmit se tudunk még igazából, de azért azt talán tudni kell, hogy végül is az, hogy megszületett az osztatlan képzés, ez azért bizonyos értelemben csak lendít megint a tanárképzésnek, lehet, hogy új lendületet ad, vagy valami friss szempontot lehet esetlen bevenni. Többnek többen vannak javások szerint, hogy jobbak-e? Mert
a kétszintű képzésnek az kétszintűs az egy agyrét volt. Az igen, az egyik rossz kimenetele volt, már bocsánat, hogyha tudod, de hogy megszűnt az általános iskola felső tanulatos tanárképzés, hogy a 4-5 éve biztosan, és azért ennek van most is már egy pár év, tehát egy rövid időtartam után is van már jelenleg, mondom, hogy nem nagyon nem, nem akarunk én híreket terjeszteni. Ja, de mindegy, ez csak apró. Tehát a lényeg az, hogy most az osztatlan tanárképzés, ugye 3 évvel ezelőtt megindult, és a felsőoktatási strukturális alap átalakításában most téma a mentorálás és a vezetőtanárság bizonyos értelemben megint téma. Itt nagyon fontos lenne szorgalmazni, ez jó ötlet, hogy ez téma, tehát ez jó, ezt meg kéne rovatni. Csak hogy az a baj, hogy a mentorképzések, amik voltak, már elindultak, azok kevés szakmai anyagot tartalmaztak, tanárok szerint semmit. Tehát egyrészt most erre kéne egy hangsúlyt, hogy a tanárképzés megújítása lehetőséget ad az új generáció, az új tanár generációnak egy új fajta képzésére, de az jó mentortanárok kellenek. És azok a mentortanárok akkor lesznek jó mentortanárok, hogyha szakmai képzést is kapnak, nem csak valamiféle kicsit. Most ezt, hogy ebben a területben is a szakmaiságot kéne előtérbe helyezni, ebben remélhetően lesz valami. Valamilyen formában azt a fajta szakmai. Jó, ezt azt hiszem, hogy próbálj. Egyébként egy rém hír. Csak elkezdem, olyan tervek voltak, és ezt az ELTE pedagógiai tanszéke nagyba szorgalmazta, hogy a tanárképzésnek az első 3 éve az nem szakmai, az általános. Mert nem az a kérdés, hogy a matematikát hogy tudja, az biztos tudja, hanem hogy milyen tanár lesz, milyen kapcsolata lesz a gyerekkel. Ezért 3 évig nincs szakmai képzés, majd utolsó 2 évbe. Hát remélhetőleg azért... De eddig az a helyzet, hogy gondolj meg, hogy hány rémhír bevált. Remélhetőleg ebből most sikerül ezt a dolgot leállítani. Most úgy veszem észre, hogy ebben van egy pici javulás, mert ugye az előző években a tanárképzést az a pedagógia szép, most megalakult az úgynevezett pedagógus pedagógiai Ezt érzik az egyetemek is, mert ezt a munkabizottságot, ezt az akadémia kezdeményezte, egyetemi tanárok, Hatvani László Szegedről, mert látták azt, hogy a tanárképzésben milyen gondok vannak, meg egyéb helyen is ott volt. Az osztatlan tanárképzésnek a bevezetése az rendkívül előnyös volt a szakmaiság szempontjából, tehát az osztott rendszerben volt az, hogy pedagógia-pszichológiai tárgyakból 50 keretet kellett a hallgatónak teljesítenie ahhoz, hogy tanári végzettséget szerzzen, tehát 50 keretet, az új rendszerben csak 28-an. Tehát tulajdonképpen majdhogy nem a felére esett vissza a pedagógia-pszichológiai tárgyaknak a súlya ebben a képzési rendszerben, tehát mindenképpen a szakmai tárgyaknak a súlya növekedett meg, és hát a hallgatói létszámok is drasztikusan változtak, tehát 20-25-30 ember volt, aki be tudott lépni korábban a tanári mesterképzésre, jelenleg pedig 100 fölötti létszámaink vannak, tehát tulajdonképpen a tanárképzésnek ez mindenképpen az előnyére vált, hogy a osztatlan tanárképzés bevezetésre került, és hát ettől az évtől már emelt szintű érettséggel lehet csak bejutni. Igaz, hogy ugye a szakpároknál az egyikből kell csak, tehát ha valaki mondjuk, hogy a történelem szakra akar menni, akkor választhatom, melyik szakra teszi az emelt szintű érettséget. Mindenképpen a hallgatóságnak van. De majd kérdés, hogy jövőre hány jelentkező lesz ennek következtében. Igen, ez egy kérdés. Ha mindenhova emelt szintűvel lehetne,
akkor nem jár rosszul az, aki először elkezdi. Matematikára mindenhol. Mindenhol van. Ez egységes. Más tanári szakokra nem, és más szakokra. De ugye szakpárokra kap felvétel, tehát minden, mostantól csak szakpára lehet jelentkezni, tehát nem lehet egy szakos tanár, mint a régi rendszerben, hogy matematika, játék és szabadidőszervező szakos képzési program is volt. Tehát tulajdonképpen azért komolyabb, hogy így mondjam. Jó, fizika, kémia szakra nem kellene. Igen, egyelőre még nem kellene. Mert az alkalom is nagyon kevesen jelent. Most én attól szólni hozzá, hogy be akarják vezetni, vagy nem tudom, tehát be is vezették ezt, hogy egy tankönyv legyen. Tehát ez ellen harcolni kellene, vagy küzdeni kellene, mert én valamikor egy vidéki kisvárosban jártam normál szintű, normál tankönyvű matematika oktatásra, és vacak tankönyvek voltak ugye a szocializmusban. Tehát én ma, nem igazán, én akkor ezt föl is vállalom, tehát ki lehet hozni a 70-es évek végén, hogy milyen könyvek voltak. Tehát tulajdonképpen az sokat segít, hogyha van szabad tankönyvválasztás. Igen, sokféle jó tankönyv van, és az érdeklődő gyerek az a tankönyvekből utána nézhet. Tehát én szerintem a tankönyvek vonatkozásában azért képviselni kellene ezt a lépet, hogy ezzel kapcsolatban olyan elképzelésünk van, hogy az egészet kicsit más oldalról közelítjük meg, nem a matek tanároknak a szempontjából, hanem a jogoknak a szempontjából. Hogy igenis jogában áll többből választani. Ami elképzelhető lesz, hogy mondjuk egy mozaikos könyvet föltesznek internetre, és akik azt választják, azt megoldják, hogy azt mondják, hogy a mai gyereknek nem kell, hogy a kezében legyen. Ha ezt meg tudják oldani, esetleg öt gyereknek nincs internete, annak az ötnek lemásolja az iskola, többi meg ott eléri, ez egy lehetőség. A másikkal szempont, másik dologgal kapcsolatban is van egy ilyen jogi megközelítés. Nem tudom, azt tudjátok, én Dobos Anyitól hallottam, hogy Amerikában, aki megír egy ilyen PISA felmérésszerű, vagy nem tudom, hogy ott is ezt írják-e, tehát egy, azt hiszem igen, és ott egy bizonyos százalék, azt hiszem 75% fölötti eredményt ér el, neki az alkotmány jogot biztosít arra, hogy ő emelt szintű osztályba járjon. Tehát neki, azt, ha az iskolában egyedül van, akkor annak az egy embernek kell emelt szintű matematikát tanítani onnan kezdve, ahol ezt kéri. Tehát ha a diákjogok felől próbáljuk ezt a dolgot megközelíteni, meg a másikat is, hogy a diáknak jogában áll esetleg, ahány, gyerekek, ahányfélék, annyiféle, tehát nem annyiféle, de nagyon sokfélék. Egy Varga Tamásnak volt egy kimutatása arról, hogy 10 éves korig, ha úgy beosztjuk, hogy körülbelül mit kell tudni egy gyereknek 10 éves korban, mit kell 9 éves korba, 10 éves korba, akkor a gyerekeknek körülbelül 28%-a az, aki 10-be 10 éves kornak. Körülbelül ugyanannyi van, aki egy évvel korán későbbinek felel meg a tudása, és körülbelül ugyanannyi van, aki egy évvel később, egy évvel előrébb jár. Hát ez felső tagozatban még sokkal inkább, hiszen akkorra már megjelenik az egyéni érdeklődés, alsóban még nincs annyira az jelen. Ez megjelenik, még sokkal nagyobbak a különbségek. Tehát a gyerekek annyi félik, és ez nem az oktatás hibája. Ez egy normális, jó oktatásban természetes, hogy egy ilyen szóródás van. Tehát ilyen módon, ha ennyiféle a tudás, akkor joguk legyen a gyerekeknek más könyvet, más anyagokat, más szakmai anyagokat használni. És úgy gondoljuk, hogy a tankönyvválasztás részét kétfelé kellene vágni. Az egyik az, hogy igenis jog kellene, hogy legyen a tanároknak, diákoknak az, hogy legyen a jelenleginél több tankönyv. Legalább duplája. Tehát 4. Évfolyamonként legalább 4. Ha ennyit el lehetne érni. A másik pedig az, hogy akinek más jellegű a képzettsége, tehát többet tud, annak is jogába legyen valami olyan plusz anyaghoz hozzájutni, tehát hogy készüljenek az emelt szintű osztályok számára is. Mert ma pillanatilag emelt szintű osztályok számára nincs tankönyv. Ilyen nem létez. Bocs. Tehát ugye ahhoz, hogy valaki emelt szinten jól tudjon oktatni, ahoknak jó tanárnak kell lennie. Tehát én föltételezem, hogy vannak tanárok, akik nem is szívesen vállalnának be egy emelt szintű osztályt, mert az egy próbatétel. Tehát ezért ugye ön mondta, hogy megvalósult a 3 szint. Tehát tulajdonképpen ezen azt érti, hogy van az emelt szinten 2 szint van, az, hogy az A. Van egy mondjuk heti 5 órás. És a B. És egy
rendszer, ahol heti 4 perc. Persze, az csak középiskolás korban van, tehát 9-től. És ott is van 6 osztályos is, bocsánat. Értem. Tehát tulajdonképpen én úgy látom, hogy az emelt szintű kerettantervek azok tényleg súlyosak, mert lehet látni a különbséget. Ami nekem szembetűnő, hogy mert nem találkoztam még olyan emberrel, aki bevállalta volna, hogy a kerettanterv összeállításában részt vesz, hogy abba beleszól. Tehát ha oda mentem bárkihez is, mindig visszautasította. Tehát amit én kicsit módosításra szorulnak gondolok, az a szögfüggvényeknek a tárgyalása, mert ugye a normál tantervben szögfüggvények azok igen, tehát az analízishez van hozzátéve, és igen alacsony. Összegzési képletek már nincsenek. Így van, összegzési képletek már az emelt szinten sincsenek. Tehát az emelt szintű programban, kerettantervben nincs benne a... Nem van. Benne van. Fakultációs anyagban is benne van meg. Normálban. Nem is azzal van a gond, azokkal az anyagokkal van gond, amit alsóbb évfolyamokon tanítunk, és kihagyjuk, mert a normál szinten nem kell. Na de hát 11-12-ben fakultáción már nincs arra idő, hogy visszamenjek, megtanítsam, 9-ben ezt kell pluszba tudni, 10-ben kell a V-ét formula. Igen. Következő, ott abban a pillanatban benne van a kerettanterveknek a kérdése, de ez is tulajdonképpen ez a kérdés is, amit itt hallottunk, ezt szerintem erősíti, hogy azok a kerettantervek testtudatú, hogy egy borzasztóan feszített idő alatt születtek, és biztos, hogy átgondolásra lenne. Tehát nagyon, ha itt most bizonyos témák sorra kerülnek, akkor az egy nagyon hangsúlyos kérdés, hogy megszülettek ezek a kerettantervek, ezeknek a tapasztalatnak az összegyűjtése, a megborzsolásának a formája, ezekről a vélemények, ezeket össze kellene gyűjteni, és úgy kellene megszületni a kerettanterveknek a módosításának, vagy korrekciójának, hogy tényleg időt hagyva rá, és a tapasztalatot összegyűjtve történjenek. Most ez jövő évben lett volna, vagy most már ezt szervezték volna, és ezt egy kicsit előrébb akarják hozni. Remélem, hogy nem lesz az, hogy nagyon sűrűs. Azért egy dolgot a kerettantervek kapcsolatban, az emelt szintűvel kapcsolatban, hogy belenéz, és azt mondja, hogy hú, ez rengeteg. Azt mindenütt próbáljuk hangsúlyozni, hogy ha van egy olyan ismeret például, hogy Euler tétele a beírt kör és körülírt kör középpontjának távolságára. Ha egy ilyen benne van, akkor erről egy 5 órás tantervi osztályban járó gyereknek hallania kell. De csak úgy, hogy megmutatja a tanár egy ábrán, például egy valamilyen számítógépes ábrán, hogy ez így van és ennyi, vagy le is vezeti, vagy még old már rá néhány feladatot. Ez az ő kérdés, az ő dolga, hogy melyik szinten csinálja. Tehát ebbe viszont nagyon-nagyon lehet alkalmazkodni a helyi körülményekhez. Tehát ezt akarjuk mindenütt hangsúlyozni, hogy azt abban, hogy mit, milyen szinten tanít valaki, azt mindenütt helyre döntik el. Ha már muszáj hozzászólnom, bocsánat, én ha már reformot akartok csinálni, akarunk csinálni, akkor az első kérdés az kell legyen, mi szükség van háromszintű szabályozásra? Azaz, miért kell helyi tanterv, kerettanterv és fölötte nemzeti alaptanterv? Nincs még egy olyan ország Európában, amelyikben háromszintű szabályozás lenne. Ez maximum 2 szinten szokott eldőlni, ahol a 2 szint általában, de többnyire egy, maximum 2 szinten szokott eldőlni, ahol van központi előírás, ott van egy központi előírás, és ami a kimenetet szabályozza, a kimeneti számon kérés az, ami ehhez csatlakozik. Hogy történelmi okai vannak, hogy miért alakult ki nálunk ez a 3 lépés. Ha már reformot akarunk, akkor talán bőven elég benne 2 szint is. Azért nem van, hogyha több szint lenne, és hogyha a kezdet meg a vég van elérve, hogyha a nap 24 órából áll, akkor ezt, hogyha mindenkinek magának kell az adott dolgokat összerakni, ez nagyon esetleges és nagyon kérdéses. Az, hogy többféle formában és többféle keretek között valamiféle irányt mutat, és azok között lehet azért többféle között választani, pont azért, mert gyerekek és tanárok és iskolák és városok és nagyváros és kisváros. Hát az átjárhatóságért. Tehát valahol nyilvánvalóan átjárhatónak is kell lennie, mert nem egy formában. Már nem úgy értem, hogy egyik tantárban már, hanem egyik kisváról átmegy egy másikba,
Ha kimeneti szabályozás van csak, akkor ez komoly problémát okoz. Tehát a közbülső, az, hogy miért van külön szükség NAT-ra, meg kerettantervre, ez nem egészen világos, ennek nem igazán tudom, hogy mi volt ott. Az a helyzet, hogy NAT egy van, kerettantervek meg sokféle van. Azt nem is említettem, hogy van 4 órás matek is a fizika tagozatok meg a természettudományos osztályok számára. Ilyen kerettanterv is van. Tehát van 3 órás mindenkinek, 5 órása, ami régen a kis matek tagozat volt, nem tudom, ki emlékszik még erre. És van még egy 4 órás a természettudományos osztályok számára. Nagyon okosan mondtad, azért születtek meg a kerettantervek, mert a NAT csak egy olyan 50-60%-ban szabályozta be, és nem volt átjárható a rendszer, rengeteg eltérés volt, ami rengeteg problémát okozott. Ennek kapcsán keletkeztek azok a kerettantervek, amelyek sokkal szűkebb területeket terelték ezt a rendszert. Hogy a NAT-ból miért ürítették ki a benne lévő tartalmat, az megint egy másik kérdés. Szeretne még valaki hozzászólni. Ő azért, amikor Verespari elmondta, hogy ő nagyon optimista, mert úgy látja, hogy itt most tényleg ígéretet tettek, hogy ne akarják kérdezni az embereket, ugye rákérdezik, miért nem ezelőtt 5 éve tették, de most tényleg meg akarják, akkor azért mondtam neki, hogy Pali, tudod, hogy 2 fél ember van Kelet-Európában, azt szokták mondani. Vannak a pesszimisták, meg van, akinek nincs elég élettapasztalatuk.